Tehát beszéltem a hibridekről, beszéltem a magzati módosításról, ez egy kis kitérő volt, hogy tudjatok róla, hogy milyen lények léteznek, és hogy egyáltalán emberi, vagy a zéta faj feljavítása érdekében mire képesek maguk a zéták, tehát még egy földi nő elrablására is, és a magzat, a kiválasztott magzat módosítására. De ahogyan elmondásra került, az őrzők képesek kijavítani ezeket a zéta drákó génkódokat, és teljes értékű emberi lényként élhet tovább az az ember. Úgy gondolom, hogy az egykori elrablottak nagy részén már segítettek az őrzők, az is lehet, hogy mindenkin. Erről nincsen pontos statisztikám vagy tudomásom, de ezzel nem kell aggódni, hogyha az ismerősi köreitekben tudtok valakikről, akik szürke elrablásokról számolnak be, vagy időkiesésük volt, vagy gyerekkori élményekről számolnak be, vagy egy állapotos nő számol be arról, hogy időkiesése volt, vagy furcsa álmai földönkívüliekkel, vagy egyszerűen csak furcsának tartja a gyerekét, mert úgy érzi, hogy nem nagyon hasonlít senkire, vagy nagyon-nagyon sok eset lehet, tehát ez egy külön témában, most nem megyek bele, de a lényeg, hogy minden ember javítható, illetve ezek a géntorzulások is javíthatók, és ebben az őrzők is segítenek. Jó, visszatérve erre a Montauk projektre, az őrzők 1984-ben szereztek tudomást a zákodréta, a drákó zéta ellenállás problémájáról, hogy van ez a Rigel, illetve Rutilia csoport, akik nem adják fel, és nyomon tudták követni az őrzők a jövőben várható eseményeket, amelyek ebből a jelenlegi tevékenységükből származnak, vagyis az akkori 80-as évekbeli és a korábbi terveikből, az éták terveiből. Amit felfedeztek az őrzők, az nem volt túl boldogító hír, mivel az éta beszivárgás következményei messzebbre nyúltak vissza, illetve nyúlnak máig, mint akkor azt gondolták az őrzők. Felfedeztek ugyanis az őrzők egy jövőbeli eseményt, amely időszámításunk szerint 2976-ban fog megtörténni, ami az éták 2000 utáni mesterkedéseinek eredménye. Ebben a valószínű jövőben, miért mondom, hogy valószínű jövő ez a 2976-os időszámításunk szerinti dátum? Mert még mindig tudjuk módosítani itt a jelenben megfelelő cselekedeteinkkel. De ha az emberek nagy része itt a harmadik dimenzióban a zéta terveket, a vakcina terveket választaná, akkor nagyon valószínű, hogy ez be fog következni. Ahogyan Ásiana is elmondta már a 2010-es videójában, ami fent van az interneten, hogy igen, 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 most kell változtatni az emberiségnek, most kell visszavenni isteni hatalmát, mert ha nem teszi, már pedig nagyon úgy látjuk, hogy rengetegen beoltatták magukat egy halálos vakcinaprogrammal, ami még mindig nem jelenti a véget, de nem jó dolog, nagyon nem jó dolog, és abból már nehezebb kijönni, mintha valakibe sem adatja magának. És aki isteni hitben és isteni tudásban él, isteni fényben próbálja önmagát, a szívét beöltöztetni, arra nem fognak hatni semmiféle tüskefehérjék, bár veszélyes a környezet. És az a helyzet, hogy Grabovoi elmondja, hogy egészséges emberek egy egészségtelen társadalomban sokáig szintén nem élhetnek. Tehát rendkívül fontos, hogy a minket körbevevő társadalmat is egészségessé tegyük. Ezért nem válhatunk le teljesen a rendszerről, mert nem csak önmagunkért vagyunk felelősek. Vagy a másik megoldás, mint mondtam, ha a lakosság nagy része itt a transzhumán tervet választaná, akkor az egészséges, tudatú és lelkületű emberek viszont ki lesznek innen emelve. De az, hogy egészséges lelkű emberek és egészségtelen lelkű emberek együtt éljenek, bevakcinázott emberek, és azok, akik nem vakcinázzák be magukat, mert ez messze menő dolgokra mutat, aki nem vakcinázza be magát, az átlátja a dolgokat. Az felelősséget vállal a testért, akinél pedig már ez megtörtént, de utána ébred föl, annak jó esélye van arra, hogy kikerüljön a csapdából, hogy megtisztítsa a szervezetét, és például minden Grigori Grabovoi gyakorlat, bármelyiket is végzi az ember, szolgálja ezt a kitisztítást.
Tehát tenni kell magunkért, mert ha teszünk, akkor nem fog bekövetkezni ez a valószínű jövő, amelyet az őrzők már a jövőben látnak. Mert higgyétek el, létezik időutazás, és a legvalószínűbben bekövetkező jövő látható. Tehát itt időmanipulációról van szó, térmanipulációról is egyben. És ez létek 9000, vagy miért akarok mindig 9000-et mondani, 2976-ban biztosan látják az őrzők, hogy valami nagyon nem jó dolog fog történni, ha az emberek nem képesek felébredni. Tehát Asiana is beszél erről, hogy már 2200-ban, mivel a nappal csináltak valamit a zéták, nem csak a Montauk és a Philadelphia kísérlet révén, hanem később 2003-ban is ügyködtek a napon, a csillagunkon, a napon, és emiatt vannak olyan dolgok, amelyek elméletileg ellehetetlenítik a földfelszíni életet 2200-ban végleg. A másik dimenzióban természetesen létezik a Föld tovább. De ezek a rendszerek összefüggnek egyébként, tehát nem jó, ha a harmadik dimenzióban történik valami a Földdel esetleg, de 2976-ban, ha 2200-ban nem lenne probléma, 2976-ban biztosan lenne probléma, ha az emberek a transzhumán terveket választják, behódolnak az étáknak. Miért? Mert akkorra már egészen biztosan el akarják, mondjuk úgy, lehetetleníteni az emberi életet itt a Földön, vagy úgy is mondhatnánk, hogy beszennyezni oly módon az emberi életet, a földfelszíni életet, hogy alkalmatlanná tegyék az ember számára a földfelszíni életet. Ez csak elmondom, egy opció, és pont azért mondjuk el, hogy az ember ne ezt kezdje el vetíteni, de tudnotok kell róla, hogy tudjatok ellene tenni. Mert ez a történelem része már most, még akkor is, ha egy jövő opciót jelent, de ez a jövő opció a múltból származik, a múlt sarából, és azért kell tenni ellene most a jelenben. Ebben a valószínű jövőben az őrzőknek sikerült újra összehangolniuk a Föld és a Nap Merkaba mezőit helytelenül, vagyis igen, hát ez őrzőkről van szó, tehát ha ez be is következik, ez a negatív opció, tudni kell, hogy a jövőben is a Föld és a Nap Merkaba mezőit az őrzők újra összehangolták ezzel a 11-11-es jótékony frekvencia kerítéssel, de ugyanakkor sajnos a zéták terve is sikerült a 83-as Montauk projekttel, illetve a 2003-as-2004-es további napföld és egyéb beszivárgásokkal, machinációkkal és hibridizációs programokkal. Tehát ők elméletileg készen állnak arra, és mindent előkészítettek arra, hogy átvegyék az emberiség feletti irányítást. Az őrzők megtettek mindent, most is megtesznek mindent, de az embereken múlik nagyon sok minden, és ezért készült el a szándéknyilatkozat is. Amit nyilvánosan meghallgathattok az én csatornámon. Angolul feliratozva lesz nem sokára egy ausztrál úriember részéről. De most tudni kell még, hogy az éták machinációi egy továbbra is az őrzők minden beavatkozása, vagy minden erőfeszítése ellenére egy nem túl helyes energetikai rácsot eredményezett a Föld körül. Tehát ez a legutóbbi évek történelme, itt 2000-es évektől mondjuk már ezt a legújabb kori történelmet, amit tudunk az őrzőktől, hogy a 2012-es dátum eljöveteléig az őrzők és az éták a maguk részéről mindent megtettek azért, hogy ők uralják ezt a dátumot.
És az őrzőknek sikerült javítani a helyzeten, de a zéták mesterkedéseinek köszönhetően nem úgy jutottunk el a 2012-es dátumig, meg 2017-ig sem, tehát a csillagkapu megnyitási ciklusig, ahogyan az a nagykönyvben meg lett volna írva, ahogyan igazán ideális lett volna. Ezért a jövőbeni valószínűség szerint a jövőben majd el kell távolítaniuk újra az őrzőknek Amenti gömbjét, hogy nehogy felrobbanjon a Föld megint az éták problematikus beavatkozása miatt. Mert az éták téridőhasítási tevékenysége miatt megint még mindig, mondjuk úgy, instabil állapotban van a Föld energetikai rácsa. Ez a krisztusi hálórács is egyébként, amely már részben meggyökerezett, de olyan komoly fekete lyukrendszert építettek ki az éták a Földünk körül, és a Merkaba technika révén olyan károkat okoztak, amellyel mondjuk úgy, hogy a valószínű jövőt még mindig feladatunk átírni pozitívvá. Az éta pecsét lényegében visszakerült az emberi fajba 2000-es évek után nagy részben, hát még ugye most, amikor újra kezdik egy új ötletükkel a vakcina programmal. Egyébként ez már régóta a tervük része, de ilyen formában, ezekkel az ötletekkel, így, ilyen vakcina sorozattal még az emberi történelem folyamán, az 500 millió éves emberi történelem folyamán nem igazán találkoztuk. Tehát ez egy újfajta terv. Maszkozás már volt, hamis járványok voltak igazi járványok is, amelyeket részben ők szabadítottak az emberekre, részben a helytelen emberi gondolatokat használva felindítottak el járványokat, és nyilván voltak olyan járványok, amelyek az emberi tisztátalanság és kosz miatt alakultak ki, tehát nagyon sokféle volt. Ez a nagyon egész földbolygóra kiterjedő vakcina program lényegében most jelentkezik először, és most kell vele először megküzdeni. Ebben a valószínű jövőben, 2970 körül, a Föld drákozéta uralom alá kerül, és az étákat ráadásul még megtámadják a drákok, tehát ők maguk is veszekednek a Földön. A drákok átvennék a Föld feletti irányítást mind a harmadik, mind a negyedik dimenziós időciklusban, és elkezdenék használni a Földet, ezt a földfelszíni Földet, a negyedik dimenziós földtara, mert van ötödik dimenziós tara is, ötödik dimenziós felsőföldek, ahova már nem érhet el a zéták és a drákok keze, azért mondom mindig, hogy ott az már biztonságos terület. Itt a harmadik, negyedik dimenzió az ő játszóterük, amelyben megpróbálnak még itt keresztbe tenni nekünk, de hát nem hagyjuk azért magunkat. Tehát a negyedik dimenzióból származó fotonukleáris hulladékot kívánják ide, hulladéktárolóként eljuttatni ide a harmadik dimenziós földfelszínre, és átnyomni ide az ő hulladékukat, minthogyha valaki személydomnak használja az erdőt, sajnos nagyon sok esetben láthatjuk a különféle erdőket a földfelszínen, ugyanezzel a torz, gonosz, tisztátalan, buta, mondhatjuk, hogy tudatlan, lelkileg szegény, viselkedéssel és szeretet nélküliséggel és a természet iránti tiszteletlenséggel és az ember iránti tiszteletlenséggel eljárva ezek a drákók és részben az éták fotonukleáris hulladéktelepnek szeretnék felhasználni a harmadik dimenziós földfelszínt ebben a távoli jövőben. Hát ez ugye nem túl jó hír, ez a folyamat pedig egy hatalmas nukleáris robbanást okoz a harmadik dimenziós földön időszámításunk szerint 2976-ban, amely során a földfelszín elpusztul, lényegében a Föld nagy része, az emberiség rajta pedig pláne, sőt, az emberi lelkek is széttöredeznek és elveszhetnek, mert Grabovoi felhívja a figyelmet az atomrobbanások veszélyeire. Nagyon fontos megelőzni, nagyon fontos Grabovoi munkásságát követni, neki segíteni. Ő azért van itt, hogy megmentse az emberiséget, és azért van itt, hogy az emberi lelkeket mentsük, a tudatokat ne hagyjuk elveszni, és
Astár is, az Astár kapitányság és sok más őrzőcsoport azon van, hogy mindenáron megakadályozza az atomreaktorok felrobbanását. Egy-kettő engedélyezve volt a Földön, mint Hiroshima, azért, hogy tanuljon az emberiség ezekből az óriási hibákból. De minden atomrobbanás kihat az összes bolygóra, ezért óriási károkat okoz, és adott földfelszínen hosszú év, nem csak év ezredekre, akár év milliókra lehetetlenné teheti a földfelszíni életet. És ez minden bolygóra igaz. Egy atomrobbanás az ötödik dimenziós világokban már elképzelhetetlen, de egy harmadik dimenziós robbanás híre és átvitt, közvetett okozata még felső bolygórendszerekben is érezhető. Torz, nyomorék, nagyon sok betegséggel és daganatos betegségekkel küzdő emberek születhetnek hosszú generációkon keresztül egy atom robbanás sújtott a felszínen, vagy bolygón. Szóval ezt mindenképpen el kell kerülni, és ezt a véget is, amely az egyik valószínű jövő a harmadik és negyedik dimenziós Földön. Amikor az őrzők felfedezték ezeket a valószínű jövőbeli eseményeket, az őrzőcsoportok felhívást intéztek az ellenálló zétákhoz és drákókhoz, hogy elmondják, pontosabban először a zétákhoz, hogy elmondják nekik a drákók árulását, és felajánlották nekik, hogy a zétáknak, hogy segítik őket a regenerációban, a rehabilitációban, a megjavulásban, ha feladják a földre történő betelepítési tervüket. A zéták viszont nem voltak hajlandók módosítani terveiken. Bár az őrzők egy kényszerű összecsapás során könnyedén leigázhatnák a drákó zéta légiókat, miért? Mert velük van Isten ereje, egy ilyen összecsapás mégis komoly károkat okozna a Föld Merkaba mezőiben, ami pedig megint csak az emberi populáció elpusztulásához vezethetne, ezt nem kockáztathatják meg az őrzők. Az őrzőknek tehát jobb módot kell találniuk az új drákózéta problémák elhárítására. Erre a hatalmas probléma elhárítására, ez nem titkoljuk, ez egy hatalmas probléma, hozták létre az úgynevezett Bridge Zone, tehát hídzóna projektet az őrzők, amelyről egy kicsit már korábban beszéltem, viszont a legutóbbi évek galaktikus híre az, hogy ez a hídzóna projekt nem sikerült. A hídzóna projektről fogok beszélni januárban. Lehet, hogy nem fogom annyira részletesen kielemezni, mint ahogy a legelőször terveztem, mivel azóta tudomásunk van arról, hogy nem sikerült ez a hídzóna terv. Fel fogom vázolni, hogy itt miről volt szó. A könyvben lehetséges, hogy részletesen kihozom, még majd meglátom, hogy mennyire szükséges. Ma már a történelem része, a legújabb kori történelem része a hídzóna terv, amely nem sikerült. És ez összefügg azzal, hogy Tarakapui is elbuktak. Ezért egy másik föld az ötödik dimenzióban, ahová felemelkedő emberiség mehet. Az őrzők persze soha nem fogynak ki az ötletekből, emiatt nem kell elszomorodni, és a földre küldetett Grigori Grabovoi is, Arkadij Petrovics, Anasztázia is, és te is, és én is, hogy akárhogy is van, de mindenképpen jó irányba tereljük az eseményeket, és ez úgy tűnik, hogy sikerül is. Még nem volt olyan, hogy az emberiség kiveszett volna. Megvan rá az esély, hogy ebben a formában a Föld felszínen elpusztulhat, de nem erre kell gondolni, csak tudni kell az opciókról ahhoz, értsük, milyen mesterkedésre képesek ezek a lények, és hogy tudatosan meg kell magunkat védeni tőlük oly módon, hogy nem kényszeredetten védekezünk minden pillanatban, hanem élünk, létezünk van az isteni szeretetben, és azzal tesszük a legtöbbet önmagunkért és a bolygóért. Egyébként a drákózéta ellenállás tisztában volt a 2000-es években is azzal, tehát ők nagyon magabiztosak voltak, és
biztosak voltak abban, hogy az emberiség képtelen lesz megfelelni a hídzóna tervnek. Az őrzők nagyon bíztak ebben, hát ez itt most a drákoknak jött be, és nem az őrzőknek, de mint mondtuk, az őrzők olyan isteni képességek birtokában vannak, Isten erejével vannak, amely nem hagyhatja és nem is hagyja elveszni az emberi génállományt, az emberi alkotást, az embert, mint alkotást, mint teremtményt, és így emiatt nem kell aggódni, önmagadra gondolj, önmagadat mentsed, mentsd meg magadban a világot, meg mentsd meg magad körül a világot, Árkagyi Petrov zöld trilógia könyvét melegen ajánlom Grigori Grabovoj megmentésre irányuló könyveivel együtt, és természetesen az általam nem sokára kihozott Galaktikus Történelem 2-t is érdemes lesz olvasni, amely még olvasmányosabban, még érdekesebben, mint az első kötet, megy tovább ennek a kozmikus ismeretanyagnak a feltárásában, és megismerkedhetünk benne Asena Dien történetével is, legalábbis röviden, mert ő nem szeret erről túl sokat beszélni. Köszönöm a figyelmet, és órákkal is 7x20 januárban fogok jelentkezni. Szia!